legnagyobb odaadással, a legnagyobb szeretettel, olyan, mint egy játék számomra, egy szórakozás. Most majd megmondjuk, nyugodtan. Mi a gép? Igen, nyugi, így engedje. Kicsit. Így. Jó? Jézus! Nyom vissza, nyom vissza! Rögtön lesprézek, tessék valaki. Jaj, várj már, ez grill! Ez grill! Most ilyen, milyen jó volt? Nagyon jó volt, nagyon! Vezetni, tanulni csak is játszva és könnyedén lehet, vallja ezt Garamszegi József, a Rutin Autós Iskola vezetője. A 60-i férfi 1979 óta oktat embereket A, A1, A2, B, C, D plusz E kategóriákban, de mindezek mellett ő pilóta és hajós kapitány is egyben, mert hogy ezekre is van jogosítványa. És a sornak itt még nincs vége, ugyanis Garamszegi Józsefet a havas lankákon sem kell félteni, ugyanis néhány éve nem csak az döntötte el, hogy profi módon akar megtanulni síelni, de hamarosan síoktató is vált belőle. Garamszegi József a lendület és a mozgás szerelmese. Élete során mindig szerette kipróbálni a különböző járműveket, minden érdekelte, amivel közlekedni lehetett. Ebből a szenvedélyből és sajátos életérzésből mindig igyekezett a tanítványainak is átadni. A mércét magával szemben állította a legmagasabbra, és a tanulóvezetőknél sem elégszik meg a félmunkával. Szerinte nincs olyan, akit ne lehetne megtanítani vezetni, csak kellő kitartás és akarat kell hozzá. Autós iskolája abban a házban van, melyben született, s azt vallja, aki képes odáig elsétálni, gyalogosan közlekedni, azt akár meg is lehet tanítani vezetni. A több mint 4 évtized pedig őt igazolja, csak nem 3000 diák szerezte meg már nála valamilyen gépjárműből a jogosítványt. A legidősebb tanítványa 87 éves volt, a legproblémásabb esete pedig 295 óra után ülhetett a volán mögé. A férfit azóta is látja a közúton, végül is megérte. Nos, mivel nekem nincs vezetői engedélyem, arra gondoltam, kipróbálok egy-két járművet én is, hát ha kedvet kapok valamelyik jogosítvány megszerzéséhez. Először Bátonyterenyére utazunk, ahol a Mátra és Cserhát ölelésében megbúvó repülőtéren várja gazdáját ez a Zodiac 601-es típusú repülőgép. A járművet Garamszegi József az utolsó szegecsig pontosan jól ismeri, ugyanis egy repülőgép építő barátjával közösen szerelték össze a vasmadarat. Körülbelül egy óra alatt 20 liter fogyaszt, alsó szárnyas repülő, és egy ultralight kategóriába tartozik. Benzines, és tulajdonképpen ez egy orrkerekes. Ez sokkal stabilabbnak véltem, mint a farkerekest. Ugyanis a farkerekes gépek nem rosszak a felszállásnál, de amikor meg kell hirtelen állni, akkor a túlfékezésből eredően esetleg orra bukik, vagy orra bukhat a gép. Ezt az orrkerekes gép esetében, mint ez is, ez kiküszöbölhető. Nagyon sokat lefölszálltam, a csúcs szinte 86-szor szálltam föl egy nap. Ez egy buborékos gép, sokan mondta, hogy ki kell ugrani. Hát ebből ki se lehet ugrani, mert ez egy zárt térben foglal helyet az ember. Egy dupla üléses, oktatógép is egyúttal. Józsefnek a repülés gyerekkori álma volt, egészen 48 éves koráig még nem elérte célját, és beiratkozott egy pilótaképző tanfolyamra, éjszakánként gyakran a repülés élményéről álmodott.
hogyha én egy hónapig nem repülök, akkor már elvonási tüneteim vannak, tehát azt nem tudom megengedni magamnak, hogy én ezt ne csináljam. Tehát akkor már kezdek majdnem mindig álmodni, mint régen. Tehát az álmodási határértéket súrolom egy-egy éjszaka, akkor már lehetőséget figyelembe véve, amikor csak van rá alkalmam, az időjárás is egyebek nem gátolják, akkor már jövök ki és repülök. József minden repülés előtt alaposan átvizsgálja a gépet, és közben már rá is hangolódik magában a vezetésre. Vezérelve, hogy mindig a legnagyobb biztonságra kell törekedni, és sosem elég a rutinszerű megoldásokra vagy az érzékekre hagyatkozni, kizárólag a legnagyobb lélekjelenléttel és értelemmel kell cselekedni vezetés közben. A pilóta elmélyülten szemléli a gép alkatrészeit, a repülő karbantartása számára ugyanolyan feltöltődés jelent, mint maga a repülés. József nem csak használja, hanem karbantartja is a járműveket. Ő ugyanis egy olyan típusú ember, aki nem egyszerűen elvárja, hogy működjenek körülötte a dolgok, hanem tesz is azért, hogy rend és biztonság vegye körül. Ezek után nyugodt szívvel bízom magam a 60-i pilótára, előkészülünk a közös felszálláshoz. Először megtudom, hogy mit láthatunk a műszerfalon, József bemutatja a műhorizontot, a magasságmérőt és a variométert is. A pilóta felszállás előtt kipróbálja a kormányszerveket, majd beindítja a motort. Mivel József mindent rendben talált, ezután kitaxizunk a felszállópályára. Az igazi izgalom azonban csak ezután következett, Józseffel elhajtuk a földet, és már is váratlan manőverekkel lepett meg. Az életem van ebbe az egészben. Úgy könnyű repülőt vezetni, pilótának lenni, hogy megfinanszírozza a szülő, a család. Én mindent saját magamnak teremtettem meg. Minden. Az utolsó szegig. Nagyon tudom értékelni így ezáltal mindenkinek a munkáját, mert pláne, hogyha önálló munkája van. Körberepüljük 60. Repüljük a főteret, fölülről a körforgalmat, akkor a kastélyt. Jó, szuper. Neked van jogosítványod, ugye? Nincsen? De ez nem baj. Nem látok túl jól, nincs jó térlátásom. És térlátás? Nem jó. Igen? Igen. De nem baj, vicces lesz, majd kipróbálom, hogy kell vezetni, jó? Na, akkor próbáld ki ennek a repülésnek a vezetését. Jó, kipróbálom. Működik, ez a csűrő. Jó. Tehát ez olyan, mint egy joystick. Igen. Tehát, hogyha előre tolod, süllyedünk. Ha hátra húzod, akkor emelkedünk. Ha jobbra, akkor jobbra dől. Ha balra, balra. Nagyon bonyolult, ugye? És ha nem csinálok semmit, maradunk itt. Akkor így van, így van, így van. De majd megyünk följebb. Jó. Úgy. De most már mehet is. Na jó, akkor megyünk. Előre egy kicsit, előre, úgy. De nem sokat. Na, mindegy, jó. Tehát nagyon kicsi és nem hirtelen mozdulat. Mindig csak picit korrigálják. Kicsit balra felém. Úgy. Nyugi. Jobbra egy picit, hogy majd ráérzel a mozdulatra. Érted? Előre egy nagyon picit. Ez az.
Látod? Aha, érdekes, nagyon-nagyon érdekes. Itt balra gyere, kerékpározni tudsz, ugye? Az ugyanúgy egy kicsit mindig igazítani. Na, ugyanez. Jó, csak nem 2000 láb magasan vagyunk. Nem baj, most már 3 mindjárt. Mert közben szépen fölpulszik. Jó, feljöttünk. Néha emelkedünk. Meg nem csinálok semmit is, ez a gép, ez olyan ügyes, hogy magától. Figyelj, engedd el az egészet. Igen. Nézd meg. Kitrimmelem. Látod? Süllyedünk. Sok a trimmen. Látod? Alig kell hozzáérni. Nos, ebből aztán az lett, hogy végül hosszú percekre elkeveredtünk a légtérben, bizony nem volt könnyű megtalálni a leszálló pályát. Hát ennyire tudtam jól vezetni. Itt pedig már a Földön járunk, egészen pontosan 60-ban a rutinpályán. Sorra kerülnek elő a különböző gépjárművek, én először a kamionnal ismerkedem. A 17 méter hosszú, 30 tonnás járműről közelről is pontosan látom, hogy mekkora erővel bír. Furcsa tehát belegondolni, hogy hamarosan én fogom ezt az erőt irányítani. Nő, tanult már önnél kamiont vezetni? Tényleg? Minden. Repülőtől kezdve minden. Ügyesek a női vezetők? Mert ez egy sztereotípia. Szorgalmasabbak, és ezért pontosabbak. Férfiak meg azt hiszik, hogy tudnak, az közben csak felületesebb. Érzékük talán a térbeni geometriai érzékük jobb a férfiaknak, annyira stabilan mégse tudnak, érted is? Mi történik? Összeomlás. Karambol, többet karamboloznak a férfiak, mint a nők. Nagyobb százalék. Alázat is kell egy kicsit. Hát mindenhez, nem csak ehhez. Mit gondol egyébként, hogy hogy vezetnek a magyarok? Nagyon rosszul. Mi a legfőbb probléma? Egyre rosszabb a felkészültségű szint, bemagolják pontosabban a feladatot, de sajnos mindenre így igaz. Nem csak a vezetése, minden másra is. Tehát az a lényeg, hogy papírja legyen róla. Na akkor próbáljuk meg, hogy tudok-e kamiont vezetni. Mehetünk, kuplunk be, mindent fogok mondani. Kettesbe tesszük, várjál, magunk felé, hátra, ez a kettes. Kéziféket kiengedjük magunk felé, vissza, így. És engedsz a kuplungon föl, gáz fölött a láb, de nem nyomjuk a gáz. De most miért megy hátra? Mert lejt. Egy picit lejt. Engedjél a kuplungot, nem kell a gáz, csak engedjél picit a kuplungot. Nyugi, világos, semmi baj nem történt, nagyon picit, tartsd meg, és szép lassan el. Látod? Visszanyomsz a kuplungot, nyomjál, nézd meg. És ezzel játszol. És így tudsz, akármilyen lassan tudsz menni. Az te rajtad múlik, hogy nyom vissza, nyomjál vissza a kuplungot. De ne engedd föl, érted? Ne engedd föl. Hát itt az úton maradjunk. El kell tekerni. Próbáljuk meg. És most tekerjük. Várja még. Most tekered. Tekered balra. Balra. Erre. Te. Tekered balra. Úgy. Hogy váltott kézzel. Jó. Belenézel a tükörbe, hogy jön utánunk a pót. Visszatekerjük. Igen. Úgy, ugyanígy. Váltott kézzel. Látod? Így. Ez a váltott kéz. Nyugi. Így. Szépen nyugi. Lazán. És majd ugyanígy balra fogunk elkanyarodni. Ha már nem szeded még, mert a pótot is rá kell számoljuk, van egy kis akadályunk nem is, látod, nyugi. Csinálunk? És most tekered, váltott kézzel fogod, így, ez a vált, úgy, nyugi, vissza is váltott kéz, így, látod, így, szépen, és mész tovább. Látod? Nem milyen egyszerű. Nagyon. Látod? És akkor most átmegyünk ide a bal oldalra, sőt, elé megyünk itt a búják között, jó? Kikerüljük a búját. Kikerüljük. Póttal nézd meg, jön utánad. Itt elmegyünk a két búja között. Igen, ne szedd még, figyelsz, majd szólok. Most kezdjük lassan, nézzél balra a tükörbe. Nem szeded még, hagyod. Figyeld, még most se hagyod. Most kezdj tekerni. Jól csinálom? Így, nagyon jó. Látod a váltot? Nézd meg. Wow. Hagyod így, vissza így? Lassan kezded tekerni. Vissza váltot, ugyanúgy. Így. Nézd meg. Ennyi. Szólj hozzá. Nem tudok. Mit nem tudsz? Nem tudok hozzászólni. De tetszik.
nyilván a tanítványain is látja, hogy hol van az, amikor ők elkeserednek. Majdnem mindenki elkeseredik. Olyan még nem volt olyan tanítványom. Pedig nem kiabálok velük. Nem. Ők saját maguknak a belső feszültségből eredő, tehetetlenségből származó feszültség jön ki, hogy elsírják magukat némi férfiak is. Igen. De nem azért, mert túl magas a mérték. Az életünk folyamán, az egész életünk minden egyes része egy harc. Az fog győzni, aki nem adja föl. Jó eső belső érzésem van, amikor a tanítványaim közül megértik azt, hogy mit is akarok. Amikor vezető és irányító szerepet tudnak betölteni. Én annak a híve vagyok, hogy tanulj meg jól és biztonságosan vezetni. Igaz, mindegy, hogy nálam vagy máshol. Bárhol megtanulhat, érted? Csak hogy én nem is autót tanulok vezetni, hanem gondolkodni tanítok. Az oktatóból hihetetlen szakmaiság árad, semmit sem kezel felületesen. 17 éves voltam, egy betonkeverő. Vagy 10-15 házat felépített az az egy betonkeverő. Mai napig megvan, ott van az udvaromban, működő képes természetesen. Heggesztő trafót 16 évesen csinál, azzal heggeszek mai napig. De saját kézzel építette meg azt a légfék tampadot is, melyet 1985 óta használnak a C+D kategóriás vizsgákon, de a régi szülői házat, a most autós iskolaként működő épületet is ő tartja karban. Ezek után már meg sem kell lepődni, hogy Garamszegi József hosszasan tud beszélni bármiféle műszaki dologról. Itt már épp azt az autóbuszt mutatja be, melyet teljes egészében saját maga újított föl. Miután megtudtam, hogy ez a körülbelül 18 tonnás megengedett ösztömeggel rendelkező jármű 300 lóerővel bír, rögtön kedvet is kaptam hozzá, hogy kipróbáljam a vezetését. Az egyes sebességi fokozatban szinte már rutinosan közlekedem. Váltott kézzel, tudod, nem belül ki, úgy külső kerületét fogod a kormánynak. Úgy mind a két kezed, jobbra visszatekered, ez az. Így, ez a szép kormány. Oké? Okay. Jó, de aranyos, ez még nagyon régi ilyen. Nem baj. Valami. Nagyon klassz, nagyon tetszik. Ez a nagyon reti, klassz. Ez a retarder. Miután vezettünk repülőt, kamiont és buszt, épp itt az ideje, hogy személyautót is megtanuljak vezetni. Igazán ez fordítva kéne. Abszolút, így abszolút, van. De mi a nehezebbel kezdjük, és meglátjuk, igen, hogy a könnyű milyen könnyű. Alapvetően mit szeret a tanításban? Miért élvezi 40 éve tanít? Tehát mit szeretne elsősorban átadni a tanítványoknak? Elsősorban azt szeretném átadni. Igyekezzünk a legmaximálisabbat kihozni abból, amit szeretnénk. Igen. Mert ha nem hozzuk ki, akkor mi marad belőle? Találja meg mindenki a saját magához megfelelő tempót, temperamentumot. Ezután nem volt más hátra sem, mint én magam is kipróbáljam, nekem vajon milyen lehet a temperamentumom személyautóban. Nem az a cél, hogy gyorsan száguldozunk, ki tud lassabban, óvatosan, mint a csigák, érted? Igen. Így kényelmesen. Oké? Jó, így. Így ez a váltott kéz vissza is lassan, váltott kézzel visszatekered, tekered. Úgy, ne sokat, az már sok, látod? És próbáld, hogy egyenesen. Jó. Balra irányelző, lefele, és tekered lass, ne sokat, így váltott kényelmesen. Ez az. Vissza is tekered, ne sokat. Ne, mert akkor sok lesz. Csak mindig azt nézed, hogy mozdul a kocsi, a külső álló térhez viszonyítottan. Rendben? Egyenesen előre mész. Engeded egyenesen? Hát gördül. Nem nagyon megy. Hát akkor guplungot följebb kell engedni. Ja. Érted? Azzal tudod szabályozni. Ja. Érted? Mert ugye engedjél, ja. Nyugi, nem baj, semmi baj. Balra megint irányjelző, lefele a bal, érted? Váltott kérne sokat, csak annyit, amennyi a kanyar íve igényel. Mindig mindannyiunknak úgy kéne közlekedni, hogy várjuk a váratlan eseményt. Igen. Tehát, ha úgy megyek, hogy én nekem van a védett úton pálya, az nagyon nagy baj. Igen. Ha én például egy bozótot látok valahol az út szélén, akkor lassítok, vagy ha nem is lassítok, gondolok rá, hogy egy bozót mögül bármilyen sebzett állat, vagy zavart állat kiszalad elénk. Ez egy balra kanyarodást 15 féle mozdulat előzi meg. Hanyat tud elmondani az átlag? Ha az ötöt el tud mondani, már jó. És a másik 10-zel mi van?
az mind bizonytalanság. Igen. Az csak a véletlenszerűen közlekedünk. Érdekes volt, egyik tanítványom artista volt. Egyik alkalommal egykerekű biciklivel. Soha nem mentem egykerekű. Milyen lehet? Megtanultam 5 évvel ezelőtt egykerekű biciklivel. És rengeteget javult az egyensúly érzékem. Garamszegi József be is bizonyította mindezt, de először nem is egykerekűre, hanem inkább motorra pattant, amin különböző manővereket is bemutatott. A motorozásnak a lényege a mindenkori egyensúly tartása. Az egyensúly tartást azt a kuplungon keresztül, a kuplungnak a megfelelő kezelésével tudod elérni, és mindig a közlekedés biztonságára törekedni. Oly mértékben, hogy soha ne legyél gyorsabb, mint amivel te képes vagy kezelni a járművet. Ehhez bevallom, nekem már nem volt bátorságom, így inkább csak csodálattal néztem, ahogyan ez az örökmozgó ember egy hosszúra nyúlt nap után is önfeledten játszik. Minél inkább kitárult személyisége előttem, annál inkább az volt az érzésem, hogy ebben az emberben még számtalan kiaknázatlan erőforrás van. Mindez talán azért is lehet, mert amellett, hogy mindig a szakmai hitelességre és alaposságra törekedett munkája során, közben megőrizte gyermeki játékosságát is. Engem személy szerint egyébként meggyőzött. Ugyan jó térlátásom továbbra sincs, Garamszegi József mellett mégis végig azt éreztem, hogy könnyedén, szinte nevetve tanulhatnék megvezetni. Az oktatóból 4 évtized után is türelem és nyugalom árad a tanítványai felé, miközben ő maga fáradhatatlanul keresi az új fizikai és szellemi kihívásokat, mert neki ez adja a lendületet és az életörömöt.